A természetben is a kezdet követi meg a legnagyobb energiát, hogy elindulhasson egy folyamat. Ez nem azt jelenti, hogy egyből nagy erőkkel ugrunk neki a jövőnknek, hanem azt jelenti, hogy a háttérben már a kezdetektől fogva ott kell legyen valami hatalmas potenciál, ami nem csak beindítja a folyamatokat, hanem elegendő reményt ad ahhoz, hogy be is fejezhessük azt, és sikerre vihessük az életünket. Most még tél van, de ez nem látszik, mert élvezzük a tavaszi időjárást. Ez a tavaszias levegő juttatja az eszembe, hogy mi minden kell ahhoz, hogy sikeres életet élhessünk. Először is, két szereplője van minden sikernek. Az egyik, aki segíti, a másik, aki véghez viszi a folyamatot. Lehet, hogy most sokan felszisztennek, hogy ők bizony egyedül értek el mindent, de akkor valamit kifelejtettek, valamit elfelejtettek abból, hogy hogyan is érték el a sikereket az életükben. Mindig van valaki, aki ott áll mögötted. A környezet az, aki segít, és ez vagy egy ember, vagy egy társadalom, vagy valamilyen olyan tényező, ami által te tudsz haladni. De ez később már nem veszed észre. Szóval az, aki segít, az hatalmas energiákat fog befektetni a folyamat elején. Az, aki halad, az szép lassan átveszi a környezeti energiákat, mozgató erőket. A végén könnyedén fog haladni, olyan, mintha senki nem is segítené, sőt, olyan lesz az egész, mintha mindent egyedül csinált volna. Fiatalok számára elindítok egy mentor programot azoknak, akik messzire szeretnének eljutni. A sikerükhöz a térítésmentes munkámmal fogok hozzájárulni. A Dream Reality Cinema, vagy más néven a DRC-vel, személyes konzultációval és szemináriumokkal. A héten már el is kezdtük a DRC program és a konzultációk szervezését. Azért vagyunk most itt, hogy fotózzunk, mert csinálunk néhány fotót a kampányhoz, amiben majd posztoljuk a részvételi feltételeket. Az, hogy mi az a DRC, azt a weboldalon bővebben meg fogjátok találni. Ha már a fiatalokról van szó, akkor beszéljünk a munkakezdésről, a nagybetűs élet elkezdéséről és az egyik legfontosabb dologról, a párkapcsolatokról és azoknak az elkezdéséről. Nagyjából az iskolában mindez elkezdődik, de azután kinek milyen módon, de a nyakunkba zuhan minden kezdeti nehézség. Elmondok három természetes hibát, amit fiatalon mindenki elkövet. Ha így nézzük, nem is hibák ezek, de létezésük kihatnak az egész életünkre. Így hát a cél, hogy minél kevesebb ideig legyen rád jellemző. Nézzük először a munkát, a munkába állást, egyáltalán a dolgozáshoz való viszonyt, hozzáállást. Általában 20 évesen még nem tisztázott a helyzet, hogy gyerek vagy, vagy már felnőtt. Még igényled a törődést és a megértést, így természetes rutinnak veszed, hogy a környezetet segít téged, az ötleteidet elismerő mosollyal fogadja. Ezzel egy időben pedig már követelés szintre jutott, hogy a világ hagyjon téged önállóan élni. Meg akarod mutatni, hogy jobban csinálod, mint mások, de elcsodálkozol, hogy miért nem értik meg, hogy még mindig kezdő vagy. Ez a családi környezetben nem jelentene gondot, de egy idegen világban a munkaerőpiacon már konfliktusokhoz vezethet. Bár nem tudatos benned, de türelmetlenül kész, több türelmet. Mi a helyzet a nagybetűs élettel? Vonzó, hogy mi mindent megtehet egy felnőtt, tehát kell a lakás, a kocsi, a szabad mozgás. Nem kell a bevásárlás, takarítás, a valós pénzkeresés. Erős kritikával nézel a meglévő világra. Tapasztalatlanul hozol erős döntéseket, például, hogy kitől tanulsz és kitől nem. Pedig számodra a legfontosabb, hogy észreveszed-e, hogy azokat a hibákat követed el, amelyeket ha mások is elkövetnek,
akkor haragszol rájuk. Az előző kettő természetes hibáért sem lehet téged hibáztatni, de a harmadikért biztosan nem vagy felelős. Hogyan élj boldog párkapcsolatban? Fiatalon jól dolgoznak a hormonok, de nem biztos, hogy találsz hozzá megfelelő társat. Ez az időszak is a tanulásról szól. Mindenki bevonza magának az aktuálisan kompatibilis párját. Ez ilyenkor természetes, hogy sokaknál sűrűn cserélődik. Van, akiknél nehezen jön össze, de a hiba csak akkor jelentkezik, ha az esetekből nem tanulunk és nem érünk el természetes változást. Sajnos a legtöbb esetben nem is ismert a példa, vagy hogyha ismert, nem jövünk rá, hogy mi helyes, vagy mi nem, tehát a szülőktől nem tudunk helyes példákat venni, hogy hogyan építsük föl a szerelmi életünket, a párkapcsolatot. Így már a párkapcsolatok elején felvetődnek a klasszikus gondolatok. Nem szeretnek eléggé. Jobban szeretek, mint viszont szeretnek. Kit találjak, ha a kortársaim gondolatai nem elégítenek ki? Kinek kellek én, vagy fordítva, ki érdemel meg engem? Mi a megoldás, hogy ezek az állapotok ne legyenek rossz hatással a későbbi teljes életedre? Legyél figyelmes a körülötted zajló eseményekre, tanulj belőlük, és fejlődj. Teremts harmóniát magadban, és találd meg a helyes arányokat közted és a környezeted között. Ez nem csak a fiataloknak szól, hanem mindenkinek. Mindenki számára elérhető a DRC, az előadások, tréningek és coachingok, plusz most indítom el a fiatalokat segítő startup programot, amely kezdetben a DRC-n és a konzultáción keresztül, majd később a szemináriumokon keresztül is elérhető lesz. Na, együnk egy kis csokit!